Több évtizeden létezik már a szülőtartás, azonban csak az alaptörvény révén került be a köztudatba. A megvalósulásához számos feltétel szükséges. Hogy melyek ezek, az kiderül mai műsorunkból. A szülőtartás több évtizede létezik, azonban a jelentőségét az alaptörvény nyomatékosította. Az alaptörvény tartalmazza, hogy a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szülőjéről gondoskodni. A bírói gyakorlat azonban az, hogy ezt nem kell alanyi jogként kezelni, ugyanis az alaptörvényt a polgári törvénykönyv rendelkezéseivel együttesen kell értelmezni. Az alaptörvényünkben ugye abban is benne van már az, hogy a rászoruló szülő kérheti a nagykorú gyermekétől, de a polgári törvénykönyvünk a feltételrendszert az kiszélesíti. Több feltételnek kell együttesen fennállnia ahhoz, hogy egy szülő a gyermekétől tartást követelhessen. Ugye nagyon érdekes egyébként ez a jogintézmény, mert én úgy gondolom, hogy egy egyszerű matematikai képlet a szülő és a gyermek közötti tartás, mert hát miben élünk, amikor gyermekek vagyunk, a szüleink tartanak minket, nevelnek, gondoznak minket. Aztán fordul a világ, a szüleink megöregszenek, és nagyon sokak számára teljesen egyértelmű, hogyha idős édesanyám, édesapám, aki mindent megtett értem gyerekkoromban, segítségre szorul, akkor én fogom őt segíteni. Az élet azt mutatja, hogy nem mindenki számára egyértelműek ezek a helyzetek. Egy ilyen perhez sok régi sérelem vezethet. Szempont az is, hogy a szülő milyen magatartást tanúsított a gyermekével szemben, illetve hogy érdemes-e a tartásdíjra. Az ilyen jellegű perek esetében sok tényezőt vizsgálnak. Több feltétele van. Tehát egyrészt a nagykorú gyermeket akkor perelheti be a szülő tartás fizetése iránt, hogyha annak a szülőnek, aki magának tartást akar, nincs házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa. Ezt követően rászorultnak is kell lennie ennek a szülőnek, aki ilyen igényt támaszta a gyermekével szemben. Ugye ez nagyon érdekes, hogy itt a gyermekek ezekben a perekben 40-50 éves nagykorú gyermekek. Önhibáján kívül kell rászorultnak lennie, és az is fontos, hogy ne legyen érdemtelen erre a tartásra. A szülő akkor lehet érdemtelen a tartásra, ha gyermekét kisgyermekkorában elhanyagolta, és a felnevelésében nem vett részt. Ezen ügyek legnehezebb része az, amikor fel kell tárni azokat a körülményeket, amik a perhez vezettek. A bíróság megvizsgálja, hogy a szülőtartást kérő szülőnek milyen okok miatt nincs elegendő bevétele ahhoz, hogy el tudja tartani magát, illetve hogy ezek az okok az önhibáján kívül jöttek el létre. Górcső alá veszi a bírósága a jövedelmi vagyoni viszonyokat, és megnézi azt, hogy ha például nyugdíjat terheli levonás, akkor mi miatt terheli levonás? Esetleg azért, mert indokolatlanul vett fel hiteleket egyiket a másikra. Ugyanakkor arra is van már döntés, hogy amikor a nyugdíjas néninek a jövedelmét, a nyugdíját egy áruhitel terhelte, mert a hűtőszekrény tönkrement, és ugye a hűtőszekrének a havi törlesztő részlete volt teherként a nyugdíján. Azt mondta az ebben az ügyben ítéletet hozó bíróság, hogy itt mindenképpen indokolt volt a néninek ezzel a hitellel megterhelni a nyugdíját, hisz alapszükséglet az, hogy hűtőszekrénnyel rendelkezzünk. A szülőtartás mértéke nincs fix összegben meghatározva. A per során vizsgálják, hogy a tartásra kötelezett gyermek milyen körülmények között él, illetve hogy van-e saját kiskorú gyermeke, hiszen a kiskorú gyermek tartása mindig első helyen áll. A kiskorú gyermek tartása az mindenkit megelőz. És amikor azzal találkozunk, hogy van két gyermeke, ugye vegyük az átlagot, van két gyermeke ennek a nagykorú gyermeknek, akit az ő édesanyja, édesapja beperelt, és hát mindannyian tudjuk, hogy egy gyermeknek a nevelése, tanítatása az nem két forintba kerül, és összevetjük ezeket a kiadásokat is, ugye, mert ennek a nagykorú gyermeknek, akit bepereltek, neki biztosítania kell a saját kiskorú gyermekének a nevelését, tanítatását, lakhatását, élelmezését, és akkor megnézzük, hogy mi maradott a pénztárcába.
A törvény lehetővé teszi, hogy a szülőtartás iránti pert nem csak egy szülő indíthatja el a gyermekével szemben, hanem egy intézmény is. Amennyiben a szülő koránál vagy egészségügyi állapotánál fogva egy intézménybe kerül elhelyezésre, és a jövedelme nem fedezi az ottani ellátás költségeit, akkor az intézmény beperelheti azokat a gyermekeket, akik tartásra lennének kötelezettek.